Én vagyok a babysitjód ma. Anyád megy szépítkezni. És akkor most tudni fogsz mindent, Krisztián. Kapjuk be, kislányom. Persze, hogy ismered azt a filmet, hogy a profi? Pont az vagyok. Soha nem voltál még egyedül a Natival, csak azért kérdezem. Hát egész életem még leszek vele, úgyhogy ezt meg kell tanulnom. Kicsit félek itt hagyni Natit a Krisztiánra, mert ő nem volt még vele kettesben, hosszabb távon, meg amúgy sem nagyon. Hova indulsz? Nem, megyek Rakocsfehér-Szentpilát. Rakocsfehér-Szentpilát. Egy dolgot kértem tőled megismerkedésünkör, hogy ez a megismerkedésünkör, de kört mondta. Okay. Kör az nem én vagyok. Hogy vedd le a műszempillát. Mert a szépséget azt meg kell és mutatni. És én mit kértem, hogy ne festesd be a szemöldöködet. Lágyítsad, mit csinálsz, azt hagyjál, hogy festeted a szemöldököd, még a körmödet is lakoztatod, úgyhogy... Hallott, Módi? Hallok, igen. Még nem... Két dolgot kértem, hogy a szemöldököd az ne legyen 5 centis, meg ne legyen műszempillád. Ezt a kettőt kértem. Én meg elmondtam, hogy én mit kértem. Fodrászhoz nem akarsz menni? De megyek fodrászhoz is egyébként. Biztos, hogy nem. Minek? Látod már a hajamat, hogy hogy le van nőve? Le nem merjed vágatni a hajadat. Nem vágatom, de csak egy kicsit a végéből vágatok. Csak itt ezt, ami már olyan egészségtelen. Uh-huh. Esküszöm. Nagyon furcsa vagy nekem mostanában. Mert? Hát azért, mert itt van a lassan egy hónapos gyermekünk, itthon hagysz, elmész szépítkezni. Múltkor itt vannak a barátnőid, valami buliról beszéltek. Szeretném tudni, hogy mi ez az egész. Semmi. Mert a nők akkor változnak, amikor van valami belül. Tudod? Belül? Igen. Két ellet, nekem tudod, mi van belül? Egy nagy berki felirat a szívecskémen. Tényleg? Akkor miért kell most megváltoztatni? Mert attól figyelni, hogy itthon vagyok 0-24-ben a gyerekkel, most szeretnék elmész, jól kinézni. Igen, és miről fog szólni ez nekem? Arról, hogy síkideg leszek, hogy ugyan elég-e a tej, amit lefejtem, és ugyan elég lesz. Hát én plusz tejet nem tudok adni. Hát most. Azt tudom, hogy nem tudsz adni. Most azt mondja, miért máskor fogsz tudni. Valami mindig azt mondja, hogy 0-24-ben tolja ezt a nagyon komoly melót. Én azt mondom azért, hogy ezt meg tudnám oldani, ha nekem is lenne két ilyen anyatejetteli kis cickóm. Nem akarom látni a cicidet, akkor gyorsan szopisztasd meg, jó? Nem az enyém a cicit sem, már hetek óta. Hát nem is lesz még a tiéd, de pontosan gondolkoztam, hogy hiába fogunk tudni együtt lenni, hát akkor se tudod a cickómat a kezedbe venni. Miért? Hát folyamatos csöpögés van. Fú, kemény lesz az első szex. Hello! Hello! Na mi van, átváltottál fodrásznak, hogy itt van? Nem, csak rendbe raktam egy kicsit. Jaj, mert ilyen jó fej vagy. Kántor Niki, 3D stylist, vagyis műszempilla építő. Csöcsök? Meg. Kitaláltam azt, hogy egy picit átváltozom, és elmegyek szempillát csináltatni, amit a Krisztián nagyon nem szeret, de hát ő is mindig elmegy befestetni a szemöldökét, amit én nem szeretek, úgyhogy most visszakapja a szempillával. Sokkal egyszerűbb lesz, mert nem kell állandóan sminkelnem magam. Én nagyon szeretem ezt a 3D szempillát egyébként, meg a Niki nagyon jól is csinálja. Hallod, nem félsz attól, hogy most tudod megcsináltatod a cickód, és hogy mondjuk amikor majd te is szoptatni fogsz, mert biztos lesz gyereked a fidón kívül is egyszer, és hogy nem félsz, hogy így szét fog durrani a csöcsöd? Mármint, hogy nekem... Miért neked szét durrant? Hát, hogy baromira fejt, jó, annak is fáj, akinek pici a melle, és ugye megtelik tejjel, de hogy azért így tudod a striáktól, meg ilyenektől, mert én nekem azért lett egy pár, és teljesen kikattantam tőle. De most szerinted meg kell még egyszer csinálni, vagy nem? Vagy ilyenkor mi a teendő? Mármint, hogy most... Hát a neked a sajátod. Hát én nem tudom, tehát én mondtam a Krisztiánnak, hogyha nekem szottyat lesz a cicim, vagy tudod, így leesik, aha, vagy bármi olyan, nem olyan lesz, mint régen volt, hogy feszes szép, akkor én biztos, hogy később megcsináltatom, tehát én nem szeretnék lógos cicivel élni. Állom. Kösz. Lökös Szandra hajtechnikus, aki új nőt farag Pamelából. Mit látsz? Én diszkrét kislányom is. Jó, hát most több nagyobb gondom is volt ennél. Gondolom. Itt van egy komoly ősztincsem hátul, azt tudod? Jó. De mindegy, az, hogy is... Meg megint visszakapott ilyen diszkrét mustára a haját. Szerintem igen, ilyen mustárt is rányomhatnék. Jó, az. Jó. Jó lenne. Jó. És akkor mit látsz? Most jó, vagy nem? Lesz barna? Persze. Hallod, Szandra, nagyon égő vagyok, de szerintem el kell mennem levenni a cicimet. Menj ilyen nyugodtan, én úgyis megyek festéket keverni. De nem baj? Nem, hát meg vagyok vele egy 10 perc. Jó.
Csak egyszerűen szétrobban, és érzem, hogy a szivacsom is szétázik. Jó. Nyugodtabban ülöm végig ezt a 3 órát, jó. Nem baj? Nem. Sejtettem, hogy nem fogja kibírni a cickóm ezt az idővalumot, ameddig ugye elmegyek szépítkezni, és ugye be is készítettem a táskámba a fejőgépemet, úgyhogy hát sajnálatos módon el kellett vonulnom, és hát le kellett fejnem. Nem veszi fel? Igen. Szia, életem, mi a helyzet? Sírunk egész délután, sírja. Ne idegesítsél! Most mi van vele? Nem tudom. Mikor jössz? Hát jön? Még egy másfél-két óra. Figyelj, meg kéne fürdetned, akkor viszont hívtam. Nem szórakozzál már, Pamela. Egy picit rá akartam ijeszteni, amikor felhívott telefonon, hogy teljes pánik van, és egész nap sír a Natika, és úristen. Miközben persze halálprofi, halálnyugodtan megoldottam mindent. De hát nem tudok mit csinálni. Egy kérésem volt, hogy gyere haza időben, és a tejet csináld meg. De megvan a tej, ennyi tejem volt összesen, amit le tudtam fejni. Azért írtam, hogy akkor vedd ki a fagyasztóból, és leírtam, hogy kell kiolvasztani. Sietünk. Mi az, hogy sietünk? Még kivel jött? Hát egymagamban, Szandra mondja, ki csinálja a hajamat, hogy sietünk. Ennyire siet? Komolyan itt hagyod a gyerekedet egész napra? Na, tanultam ebből, nem teszem legközelebb egyszerre. Szia. Mindig ilyen jóba vagy? Bocsánat. Ha nem tudom. Szerintem ki van akadva, nem bírja, hogyha sír a gyerek. Szia, kisfiam. Mi van, mama? Szia, mi újság? Hallod, 6 óra itthon vagyok egyedül. Kétszer tettem meg a gyereket, már rég fürdetnem kéne, de most elaludt megint. És mit csináljak? Nem baj az, hogyha alszik. Följöjjek? Egész nap egyedül vagyok, mint a koldus. Gyere már föl. Jó, átöltözök, azt jövök, jó? Oké. Mindjárt ott vagyok. Szia, nyugi. Csa. Szia. Én azt gondoltam, hogy ha lányommal lehetek, az biztos egy nagyon-nagyon jó fancy nap lesz. Most ehhez képest annyira lefáradtam, hogy igazából ő nem kommunikál velem, nem csinál semmit, azon kívül, hogy enni kér és alszik. De mégis egy olyan szintű felelősség volt rajtam, és olyan szintű stressz volt bennem, hogy így napvégére teljesen így elfáradtam ebben a 6-7 órás babysitterkedés. A másfél órán. Sírt nagyon? Nagyon. Pedig adtam neki 130 tejet. Úgyhogy nem is értem, hogy már. Úgyhogy tök fölöslegesen jöttél. Hát vissza is mehetek akár. Megoldottam. Vissza is mehetek akár. Hogy néz már itt ki minden? Úgyhogy. Főztem magam egy brokkolit, húst. Profi vagyok. Mennyi vizet engedjek bele? Na, vízóránk van, spórolni kéne. Profi vagy, azt mondtad. Hát de vízóránk van. Nem kell sok. Mi? Hála. Szia. Szia, itt anya. Te fürdesz? Igen. A cigánylány hazajött. Bunka. Olyan vagyok, mint egy cigány. Hát a hajad az gyönyörű. Hát mik azok a szempillák? Jaj, már! A haja szép lett, tehát azzal tényleg nem lehet belekötni, de milliószor elmondtam, hogy egy szép arcot lágyítani kell, nem erősíteni, úgyhogy nagyon remélem, hogy napokon belül ez a riszrosz ragasztott szempilla lekerül az arcáról. Igen. Ezt az egyet kértem, hogy ne legyen szempillád. Szia, Zsóka! Én meg fürdetem a gyerekünket, te meg szempillát rakadsz fel. Istenem. Sehol sem voltál egész nap. Istenem! Óriási! Istenem. Ezt tartott ennyi ideig? Kuszos a kezem! Ne játszott túl a szerepedet, életem! Ne játszott túl a szerepedet! Én nem játszom túl, azt te hova szoktam. Kell ez a pislogás, ha? Hétvégére? Én nem pislogok, de... Mossál kezed? Azt akarom. Neki túlzás az én szempillám, őt nem érdekli, hogy nekem mi tetszik, nekem akkor engem sem érdekel, hogy neki mi tetszik. Szörnyű, hogy belementem a pöcsögésedbe, nem? Mert még már izén is engedsz, irogatni. Hát ne is irogassál senki. Mert kivel irogat? Hát egy lánya. Kivel? Nem mindegy, kivel irogatok, kivel már irogat? Szervezem a mit napomat. Mit mondtál?
Hülyeskedtem, szervezem a napomat. Akkor szép vissza és nyerd le. Szervezem a napomat. Nagyon fáj a cicim. Jó, nem tettek róla. Oh. Ezt is megittad? Mindent megisszol? Én nem ittam meg semmit benne. Vizem sincs. Vized? Ott van egy csomó, oda van kirakva. Uh-huh. Nem, mert... Ne! Nyúlka biszka. Ne! Befejezted? Miért izgulsz ennyire? Nem izgulok, csörög a telefonom. Miért izgulsz ennyire? Tényleg, most komolyan, most direkt csinálod? Miért izgulsz ennyire? Hogy ver a szíved, mi? Nagyon. De mit szervezkedsz ennyire? Megyek teniszezni. Kivel? A Bakóékkal. Hol van a tenisz cuccom? Nem oda menjél ki, mert alszik a gyerek. Hol van a tenisz cuccom? Nem üvöltözzé. Nem tudom, ez ki van. Lent a... tárolóba. Tényleg? És miért ott van? Az, hogy most Mikulás van, névnap van, vagy húsvét, vagy mondjuk karácsony sem érdekel túlzottan. Mostanáig nem érdekelt, most, hogy van a Nati, most már viszont úgy vagyok vele, hogy ő neki ezek mind fontos dolgok lesznek, úgyhogy össze kell kapnunk magunkat Krisztiánnal, és nem az van, hogy mi nem szeretnénk, hanem itt a Nati, és ő neki ezeket át kell élnie, és boldogságban kell, hogy ezeket ő megtapasztalja, hogy milyen. Miért mész el teniszezni, amikor mindjárt jön a télapó? Mert menni kell. Milyen télapó? Miről beszélsz? Na hozzánk már nem jön a télapó. Tavaly hozzám is jött a télapó. Hova hozzád? Ha tőled jött a télapó hozzám, meg hozzád is ment az én télapó. Hol van akkor a... Natikához nem jön télapó? Na, Natikához jön. Hol az van? Első télapója jön neki, és a be kéne öltöznöd Mikulásnak. Hát te nem vagy normális. Fiatalon eljöttem otthonról, és az a klasszikus családmodellkép az nem alakult ki nálunk, és nem volt meg. Nem láthattam ezért nálam sem az ünnepek, sem a névnapok, születésnapok nem tulajdonítottak nagy jelentőséget. És hát azért, mert most éppen jön a Mikulás, vagy nem jön, túl vagyunk már ezen a dolgon. Szórakozzál, Hódi. Átmegyek a szomszédhoz. Hova mi? Szűj, átmegy a szomszédba. Ez magállag sértés, te majom! De akkor beengedsz? Felkeltetted a kislányt. Akkor mi az, hogy kizársz a saját lakásomban? Nem szoktad még meg? Viselkedjél most már. Na indulj el inkább teniszezni, majd én intézem a télapót. Hol a cuccom? A tárolóba. És miért a tárolóba? Megmondtam neked, ugyanúgy, mint a rózsos táskám. Ki nézd, tudja, hogy mikor nézd, van rá szükségem? 60. 6-os és egy 0. 60 négyzetméter. 64. Ne gyere haza egy ideig, légy szíves, mert szemetet már mosok. Meg vidd le. Nem normális. Szeretlek. Helyes. Jövök, bakker! Nem is hallasz? Alig bírom futni ezektől a sziklát. Meg én hogy kinyitod? Hogyan bekinni? Pont a Natival beszélgettem. Gondoltam, hogy valamit csináltam. Nagyon szép vagy. Nekem meg jó a hajad. De mitől vagy ilyen szép? Hagyjál már! Kaptál tegnap? Jó reggelt! Na végre! Végre, de végre szeded a labdát! Mivel jött egy kettes létrám? Gyorsan vettem egy vizet. Hát már itt várlak negyed órája. Jó, hát én nem kések, megérkezek. Bagis Anyi, Krisztián autóneppere, időnként teniszoktatója. Csáva. Örülök, hogy itt vagy. Aztán mi van veled? Az, hogy hoztam ajándékot. Télapóra. Miért? Télapó volt. Nálatok biztos. Nálunk a Krisztián fogta magát, azt elment teniszezni. Arról szólt a télapózás. És most egyedül vagy? Hát ha mi látsz még valaki? Natikáim! És elment, úgyhogy még nagyon jó, hogy jöttél, várjál, mert akkor legalább... Hogy itt van benne, ott van benne, szerintem az ötni. Le kell menni lábbal, használdat érzed? Lusta vagyok. Marha unalmas vagy, hallod? Istenem! Gyere, 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 próbáljad, azaz! Gyere már, gyere, fussál, fussál! De nem akarok annyit! Add már ide, hova fussak? Nem azért jöttem. Teniszpályán vagy, használd a lábad. Áll érte egy kicsit. Hallod, ide! Nézd meg! Itt állok, ide üssed be! Oda üssem, jó? Tessék! És? És jössz? Nézd meg, futtatsz!
Gyere már, érte? Ha lépni, akkor jó lenne. Gyere! Nagyon, nagyon szép volt. Jó, álljunk meg! Kardióban nem vagyok mostanában erős, ugye nem futok, keveset kardiózom, nagy a testsúlyom, úgyhogy tüdőben viszont nem bírom annyira, mint régen. Krisztián, szedjük össze a labdát, egy picikét beszéljük át ezt az egészet, jó, mert nagyon-nagyon nem mozogott a lábad. Olyan voltál, mint öreg anyám otthon, úgyhogy egy kicsikét hallod, többet beszélsz? Kéne mozogni. Hát kicsikét többet kéne mozognod lábbal, hogy elérjük a labdákat. Hallod, én azért jöttem, hogy hatékony legyek, ne azért, hogy elfáradjak. Dolgoz is azért járok, hogy elfáradjak. Jó, jó, értem, de hát ez tenisz, tehát itt egy kicsikét többet kéne mozogni a lábadnak, hallod, jó? Hallod, nézzek itt, mi történt? Valaki itt hagyott egy darab nápolyt. Valami kisgyerek itt hagyta a kis nápolyját. Igen. Dobjuk be talán a akkor szemetésre. Akkor szerintem szedd össze. Jó. És nem segítesz? Rápihenek. Jó, rendben. Rápihenek okay. És folyt köv. Ha már egyedül vagy, meg ilyen volt a Krisztián, cseszünk már ki vele. Mit csodával? Ha valami kedvenc cuccát dobjuk el. Hogy tudsz kicseszni a Berkivel most, hogy őszintén? Hát imádja a ruhákat. És dugjuk el valamiért, hogyha ne találja meg azt, hogy kerüljön itt az őrületbe. Jó, de akkor jobb ötletem van, nem eldugom, hanem csináljunk belőle lóvét, adjuk el. Nem adjuk el? Ha felőlem. Én tartom a hátam. Akkor jó. Ó, ez a... Szavasztok, srácok! Látom, valami labdajátékot üztök. Teniszhez hasonlít valamennyire, de gondoltam abból, hogy teniszpályán vagyunk. Kiálltok egy meccsre esetleg ellenünk? Ja? Most legyél bátor! Szevasztok! Cseh! Most legyél bátor! Ezek? Nagyon jó! Ezt szereti. Hát ezt a pinket nagyon. Nagyon jó. Ezt is. Ezt is. Valami tejet is legyen. Mit mersz föltenni? Valami tessék? Valami teszik a büfébe. Hát ezt csináljuk. Legyen egy ilyen békaügetés a vesztesnek. De nem fogsz dobálózni, nem fogsz kiabálni, nem fogsz itt mérgelődni, nem fogsz arcoskodni, nem fogsz semmi. Ha megy az ika, akkor az bírod, jó van, mert már most kezdett csak na, az békaügetés. Békaügetés. Vállalján. Kaptam egy olyan oldalt, várj, mi volt a neve? Írtam neked is. Liciter. Liciter. Jaj, de okos vagy. Pont. Legalább valaki. És enter. Jó, kicsit lassú itt a internet. És erre akarod felrakni? Uh-huh. Felrakom. De Csiki, nincsen internet, ez se akarja, hogy eladjam a Berki cuccát. Macska, szervelj már! Állj már helyedre, Sanyika. Kis Jani, békaüket is a fót kérdbe futni a pályát. Várjál, meg kicsit be van állva a vállam. Nyújtani kéne. Sanyi, igen. Sanyi, menjél le a pályáról, jó? Menjél le. Na, gyere, szerváljál. Nagyon. Mi van? Gyere. Hát, izé volt. Pussál már érte. Az az öld meg, itt van, legyél. Nagy Nyugi. Labda, nagy labda. Sajnálom, nem sajnálom. 45 meccs labda. Úgy se tudod, nagy szerva lesz, nem fogja visszadni, csak jó, nem úgy sem tudod megcsinálni, figyelj, Sanyika, figyelj. Végetek! Amikor tét van! Ezt szólnak hozzá! Ne arra! Nem hiszem el, komolyan mondom! Picture? Teljesen más irányba indultam! Mi van veletek? Nagyon sok esetben nagyon sok játékost úgy tudsz kizökkenteni, hogyha beszólogatsz neki, picit savazod, mert akkor mentálisan megzuhanhat. Nekem már mondhatnak bármit, igazából én jókat mosolyogok, megyek tovább, és megnyerjük a meccset, ez a lényeg. Rossz érzés! És tényleg üget nem kell? Tudod, mi a legrosszabb érzés? Rossz érzés, hogy gratulálni kell? Ki kell mondaniuk az eredményt, mennyi is lesz? Mennyi? 6-2 oda. Ennyi? 2-6, úgy mondjam, hogy 2-6. 2-6. 2-6. Tényleg üget nem kéne? Hát, na, Dávid volt az, aki ezt... Én azt gondoltam, hogy amit eszünk, iszunk a büfébe. Ti voltatok a nagyszájúak. Legközelebb, ha játszunk, én semmiet nem fogok engedni, csak pénzben játszhatunk. Hag! Mélyebbre! Mélyebbre! Menj már mélyebbre! Hát ez micsoda? Mi ez? Menj mélyre! Egyébként azt hadd kérdezem már meg, hogy van egy maradt kedves ismerősöm. Egy hölgyről van természetesen szó, azért merem tőled megkérdezni. Nem találtam neki jobb szakembert, nem tudom, hogy te elvállalnád esetleg. Látva a fotóidat, és a fotóid alapján szeretne magának, keres magának egy coachot, aki ugye felkészíti, elmondja neki, hogy táplálkozzol, milyen edzéstervet készít neki, hogy tudod esetleg meg ajánlani valakit, vagy teljesen vállalod el. Elég gazdag? Hát persze. Jó, vagy legalább a férje legyen gazdag. Termék megnevezése.
Cipő. Ocsmány cipő. Derkis stílusa. Na mit írja a termék megnevezése? Torna. Mi ez? Jó. Torna cipő. Tehát torna. Hajszik a Nati, te állat. Na, leírás. Milyen ez? Bőr. Kamu, nincs is izé. Milyen hangot adott ki az orrod? Szerintem ez a krokodilbőre egyébként, van neki egy krokodilbőr cipője. Arra gondoltam, hogy Natinak veszek belőle egy utazóágyat, és majd utána, amikor már megvan az utazóágy, akkor megmondom neki, hogy ezt hozta a télapó, aki elvitte a cipőt. Jó, nem? Uh-huh. Indíthatom? Uh-huh. Most ezt a, nem is hordja ezt a cipőt. Szerintem még örülni is fog. Észre se veszi. Aukció indítása? Na, el van indítva, egy hetünk van, és akkor most ezt állandóan csekkolnom kell. Hát szerintem jön valami jelentés, nem? Ja, az e-mailbe biztos. Van szennyesed valahol? Mi csak szennyesen van. Jó, és akkor most őszintén, vagy egy értelmes felnőtt választ esetleg tudsz adni? Hát ott van a szennyes tartóban, a szennyes tartó mellett. Az oké, de a szennyes tartóban te soha nem teszed a szennyes, Krisztián. Az edzés cuccomba. Tessék? Mindenhol az van. Jaj, hát ebbe van. Csak dzsuva, csak szennyes. Igen, kopog. Kinyitod az ajtót, legalább. Hát ez nem kopogás volt, ez dörömbölés. Hát... Ki ez a állat? Itt engedett már megint fel a portás. Na, nyitod, vagy nem? Jó, kinyitom. Hú, köszönöm ezt szépen. Ezt is én csinálom. Köszönöm szépen az elkülségedet. Jó reggelt. Itt az Éva. Na, pont gyerekek, csak olyan szoká jött a busz. És mire érvek elő? Jó. Busszal jársz. Köszönöm. Krisztián. Tessék. Ugye megjött hozzánk az Éva, akit ugye én, és a Pamela őt választott, én meg visszahívtam, hogy mindenképpen akkor mutassa meg, hogy mit tud. A táncon kívül természetesen, mert múltkor nagyon jó pofa volt, hogy ott táncolunk, meg énekelünk, de hát azért ennél jóval többet remélem, hogy ki tud hozni magából. Lassan jár a busz, én másfél órát utazom itáig. Uramisten! Ez a baj. Miért baj? Én mikor a Krisztiánkával randiztam, képzeld el, hogy reggel jöttem, este mentem, dugóval nem veled beszélgetek, reggel jöttem, este mentem, és ezt minden egyes nap megcsináltam, dugóba, vagy nem dugóba. De miért jöttél minden este? Reggel jöttem, nem, de este jöttem. Tehát mikor jöttél? Reggel mentél. Na, szépen összezavarodtál. Reggel. De nem, este jöttem, akkor itt aludtam, reggel meg mentem haza. Hát úgy a jó, hogyha valahol ott tartsz, és nem kell éjjel haza menni már is, nem? Örülj, hogy reggelig itt lettél. Nekem megtiszteltetés, nem? Hát az is volt. Na én akkor átöltöznék. Már bele is csapsz. Hogy öltözve legyen. Na ne szövegejt, amikor ott teszel, és morzsálsz. Ő az én emberem, apukám. Hallod, itt a föld, el leszel tiporva, Berki. Az Éva az meddig öltözik szerinted? Ne pöckölgessél engem! Nézzek be hozzá! Nézzél be, mit csinálod benne? Nem üt le vécére. Éva, minden rendben? Igen. Átöltöztem. Ja, jó. Ja, gyere akkor, aki készen volt, hát lehetem meg. Miért jött hozzánk vécére? Lehet, hogy nem meg jönni. Nem is jöttem el hozzátok, hanem átöltöztem. Ja? Jó van. Csak hogy mit van. Ez a takarítós nadrágom. És nőiben nem volt? Ez női. Ja. Vagy fel akarod húzni, Krisztián? Nem, rajtam, hogy veled jobban állna. Na, Hódi, mutogass meg, hogy mit kell csinálni. Én mit mutogatni? Te mutogassad, én szépen lefekszem ide. Kicsit rátérnek a következő szoptatásra, meg az ízlásomra. Alóz. Berki, te akartál takarítani, úgyhogy... Nem, én azt akartam, hogy rend legyen. Én? Ha te rendet tartanál, akkor most nem lenne szükség az Évára. Ugye, itt mindig rend van, apukám, jó? Az, hogy nem csillog-villog minden egyes nap, az egy másik dolog. Majd a castingon is elmondtad volna, mit kell csinálni, táncoltattad. Kicsom, micsoda? Az Évára. Hát azért, hogy jó legyen. De nem? Nekem... Na jó, akkor mondja Krisztián, mit kell csinálni? Szerintem mit kell csinálni? Akkor mutogassál meg mindent, biztoság, hogy mi hol. Biztoság, rend, fegyelem. Jó, és akkor honnan tudjam, hogy mi hol van? Hát mondjuk belenézve a fiókokba, vagy nagyon rém egyszerű. Te... Rémet? A rendet a fiókba, vagy takarítani kell először? Mit szeretnél először? Szerintem, ha tudnám, hát akkor, szerint... akkor... Jó, hát akkor mutasd meg először a takarítószereket. Gondolom tudod, hol vannak. Hol vannak azok?
Te intézed, Krisztián. Én azért hívtam, hogy csinálja meg. Nem azért, hogy engem kövessen le, és én meg a kezébe adjam ezeket a szereket. Jó lenne, ha összekapnád magad, mert tényleg meg kell mutatni az Évának, hogy mi hol van. De mutasd meg neki, te Éva, ne tegyél már be annyi vizet, hát vízóránk van. Spóroljál már. Ne sírjál, Krisztián, ne sírjál. A olyan sok kell egyébként? Nem, mint hogyha kötözködni akarnék, csak anyukám keveset rakott bele. Na tessék, hát itt az első probléma. Na jó, mennyi vizet rakunk a vászába? Az a szerencsehozó bambuszom, azt anyától kaptuk, a Natika meg én. Anyád olyan rendes volt, hogy hozott kettőt. Natassának meg neked. Igen. Hát magyarok, neked ne legyen szerencséd. De neked szerencséd van, mert itt vagyok én neked, úgyhogy... Van benne valami egyébként. Miben van valami? Hogy szerencséd van a Pamelával. Hát ennyi, bárki. Én nagyon tisztelem Ildikót, Pamela édesanyját, hogy felnevelte Pamelát, és egy ilyen gyönyörű lánya van. Viszont az, hogy az én lakásomban szerencse bambuszt hoz, és abból kettőt, abból látszik, hogy mindenki fontos, csak én nem. Tehát én, mintha nem is lennék szereplője ennek az egész kis családnak, kívülálló lennék. Figyelj, nekem ebből elegem van. Neked csak ne legyen eleget, kapd elő a felmosót. Lemegyek a mamához, sütök valamit. De, lemegyek. Nem. Mondom, lemegyek. Mondom, nem mész. Az Éva megcsináljon rendet. Nem érdekel. Mutasd meg az Évának, Krisztián. Én tudom, hogy hol vannak a takarító eszközök. Pénz, zsebbe, Éva, 3 óra múlva jövök. Na, azt csináltak. Látom, a szemét még nem került le. Hát majd, ha megyek, akkor leviszem. Tényleg? Jössz vagy mész? Mi van életem? Semmi, izgulok alatt ilyen. Mi van? Arca miatt? Majd hát, a nyaka is olyan. Vigyük el orvoshoz, nézzük meg. De az nem izgulj, az csak egy ilyen üzel. És addig az Éva marad, vagy megy, vagy mi van? Hát Éva, hát marad. Mi hova menne? Nem csinált még semmit. Hogy maradsz addig egyedül? Nézd meg itt a szőnyegbe. Mi van itt a szőnyegbe? Mi ez? Hát a nem tudom, de ez ilyen Ropi. Ropi. Föl sincs porszívozva. Majd megcsinálja, gondolom azt. Aha. Majd azt de is. A cipőt vedd le legalább, mert annyi szomák kértenek. A saját lakásomban nem veszem le a cipőmet. De azóta van egy saját gyereked, akiért levehetnéd. A saját gyerekem még nem, még mozgásképtelen. De akkor is behozod a koszt. Éva, meg a... ne érdeklődjél már fölfelé. Légy szíves, akkor szedd össze a gyermekemet, és akkor menjünk el az orvoshoz, jó? De én innentől leveszed a cipőt, légy szíves, annyi bacillust hozol be vele. Leveszed azt a szempillát a szemedről? Soha többet nem festetted be a szemedöködet, és nem szeded le a testedet full csupaszra? Hát a versenyzek, le kell szednem a testemet full csupaszra. Akkor nincs, miről beszélünk. Én azt gondoltam, hogy nem leszek egy szívbajos anyuka, tehát hogy én ráhagyom bárkire a Natit, meg én majd elmászkálok, stb. Meg gondoltam, hogy mindent könnyedén fogok kezelni, tehát, de ez nem így van. Kipattogott a kis pofia, hát a szívroham jött rám, hogy én valami rosszat tettem, és emiatt ő neki most rossz, vagy fáj neki, vagy viszket, és nem tudja megvakarni. Jó lenne, hogyha törölgetsz. Mert látom csak ahol a papok táncolnak, nyugodtan emeld fel ezt a laptopot, és alatt is kitörölheted. Mondtam, hogy nem fogom megcsinálni, szerintem. De csak figyellek. Lehet, hogy felületesnek látszom, de mindenre figyelek. Életem, gyermekünk? Én meg kell etetni gyorsan. Akkor vedd elő a ciciket, és etesd meg. Jó. Na. Iszom egy kortyot. Mi? Ne így állj, menj el. Szomjas vagyok. Nem érdekel. Na, menj el. Légy szíves, siessünk. Nem kell telefon a szoptatáshoz, nem? Mert közben kivel izé csetelsz? Menj a kicsi. Várjál, most még először. Nem. Menjünk be egy ajtón. Csak a... Jó, csak a... Jó napot. Menjél be, dübör, erőből, de erőszakkal. De honnan tudod, hogy ő van itt? Erőszak csak. Azért menjél. Tessék. Gyerekemről van szó. Jó napot! Jó napot, doktor! Jó reggelt! Jó napot! Üdvözlöm! Jó reggelt! Meghoztuk a bébit! Merki Krisztián, üdvözlöm! Várom! Dr. Zor György, Natasa gyerekorvosa. Nyugodtan oda tegyek, aztán majd oda átveszik. Hova? Ide tegyem le? Egyelőre csak ezt a... Én nem merem ide lerakni. Hát mi megfogjuk, mert kiveszik belőle. Tiszta pöttya, pofia neki. Értettem, de ilyen nagyon. Meg. 2 hetes kor után jelentkezik a tejkiütés minden babánál, ami pont az arcon, pici piros, szinte miteszerszerű kiütések. De neki tele van, itt a nyaka is. Tele lehet, és ez a melegre erősödik, a hidegre halványodik, tehát a fürözteni viszik.
akkor ez erősödni fog. Egy kő esett le a szívemről, hogy ugye elmentünk az orvoshoz, és kiderült, hogy Natinak semmi baja nincsen. Olyan jó lett volna a doktor urat lepisi le, de mi szoktunk kapni. Ez nekünk jár egyébként, ezt szoktuk mondani. Hát ez most így. Most pisilünk, ügyes ez vagy. Ez most így alakult. Ügyes. Édes mazolám, de ügyes vagy. Semmi baj nincs, így legalább szárazak leszünk, mert a... Jó. Hoztál tanúst? Hoztam. Miért sírsz életem? Nem tudom. Na most itt megpróbáljuk őt egy kicsit. Jó, gyere. Jaj, nézd, még sétál. Felnézd. De komoly. Gyere. Jobb vagy, mint apád.